Érdekes látványnak lehettek szemtanúi, akik az Újvároson jártak vasárnap délután, ugyanis pár fiatal egy embernagyságú bábúval járt-kelt, amely nem volt más, mint a térűzéshez, a tavasz eljöveteléhez kapcsolódó népszokás kelléke, a kiszebábú. A bábot egészen a Gerjepatakig cipelték, majd ott elégették. A társaságot most is a jóboszorkánynak öltözött, és a bolondozásból soha ki nem fogyó Bellér Józsi vezette. Jóboszi nem megy! A tavaszi boszorkány cirokseprőn lovagolva táncot járt a jégen a kiszebábú körül, majd a lángra lobbantott seprűvéggel meggyújtotta a bábot. A fiatalok elmondták, nagyon várják a tavaszt, hogy újra tudjanak sportrendezvényeket, szalonnasütést és bográcsozást szervezni a Vörösmarty téren. A következő szervezett programjuk februárban lesz, amikor farsangibált tartanak. Továbbá idén szeretnének májusfát állítani a téren.